Jó néhány a kultúra különböző területeit átfogó vetélkedő zajlik a Bátaszéki Általános Iskolában a névadó Kanizsai Dorottyával kapcsolatosan egy-egy tanévben. Van egy olyan tanításmentes nap is, amikor színes az iskola tanulói által bemutatott nagyszabású kulturális műsorral emlékeznek meg minden évben a 16. század a török idők egyik magyar hősnőjére, a jobbágyok az elesettek felkarolójára, a mohácsi csata áldozatainak eltemettetőjére, Kanizsai Dorottyára. Az iskola igazgató Mészáros István megnyitó beszédében most is nagy-nagy büszkeséggel és empátiával szólt arról, hogy intézményük annó tudatosan nem férfi személyiséget, hanem egy hősnőt választott névadójául a magyar történelemből, amivel példát szeretnének mutatni arra, hogy igenis vannak olyan hősnők is, akik talán méltatlanul a háttérben maradtak az évszázadok során. Ilyen az igazgató meglátása szerint a Vas megyei származású arisztokrata politikus hősnő Kanizsai Dorottya. Miért van ez? Talán kevesebbet tettek nemzetükért, hazájukért? Természetesen nem. Ez így nem igaz. Sőt, elmondható, hogy a kérdés ilyeténképpen való feltétele hamis következtetésekre vezetne bennünket. Az elmúlt századok férfi központúak voltak. A nő társadalmi, politikai, akár kulturális szerepvállalására alig adódott lehetőség. A zenés, énekes, táncos, hangszeres produkciók között egy színdarab párhuzamot állított a mai fiatalok és Kanizsai Dorottya korának gondolkodása között a humor, az önirónia eszközeivel, a fiatalok saját koruk kritikájával is rámutattak a 16. század ma is érvényes örökbecsű erkölcsi értékeire. Hát ti mit csináltok? Most hozta Judit néni a Kanizsai Dorottya versenyre az anyagot. Én úgy emlékszem, tavaly is voltál. Mindent elfelejtettél? Csak az maradt meg, hogy a mohácsi csata után eltemettette a halottakat. A nagyasszony nem csak avatakkal volt nagy lelkű. Az a hír járta róla, hogy minden jót, amit kapott, ezerszeresen adta vissza. A mindennapi helyzet, amikor találkozunk különféle nevelési problémákkal, és hogy hogyan, milyenek a mai gyerekek, mennyiben változtak az utóbbi 20 évben, és innen jött az ötlet, hogy hát még akkor 500 évvel korábban milyenek lehettek, és innen már nagyon sok segítséget kaptam a gyerekektől, az ő ötletük volt az időkaputól, az időutazásig, és igazából egy csapatmunkával jött létre ez a mai előadás. Általában az iskolai nevelésnek egyik sarkalatos pontja, hogy amivel kezdtem a mondatomat, maga a nevelés. Mai korban sajnos a családok egy részénél ez nem igazán működik, vagy elnézést a kifejezését csökkentett üzemmódban működik. Tehát kénytelen az iskola mintát példát adni, és olyan példát, amit a gyerekek követhetők, és pozitívan tudnak megélni. Tehát olyan személyiségé válik a gyerek a példát követően, ami a társadalomnak és saját magának is hasznos. Természetesen kézenfekvő, hogy az iskolánknak a névadója ilyen személyiség volt, és az ő történelmi cselekedetein, tettein, életpályának áttekintésén keresztül tudunk példát mutatni, egy, ha úgy tetszik, egy nevelési eszményt ideált a gyerekeknek, és ezt megélni. Tehát ezért szervezzük jellemzően ezt a Dorottya napot. Ennek keretében lépett fel az iskola méltán híres, újabb fejlődési szakaszában érő modern tánccsoportja is. A balett mozgásokra építő szólótáncokat, duetteket és egy csoportos produkciót is láthattunk ezúttal tőlük. Három korcsoportban működik a modern táncszak Bátaszéken. Alsósok, fölsősök és középiskolások. Ez heti kétszer másfél órát jelent minden csoport részére. Felmenő rendszerbe dolgozunk, tehát a kisebbek belenőnek, és jövőre várjuk az utánpótlás csapatot az óvodásoktól, az kisiskolásokig, akik indulnak majd, hogy ők is kezdjenek el modern táncolni. A most látottak, azok gyakorlatilag a tanulmányi verseny koreográfiáiból egy-egy korosztálynyi anyag volt, illetve egy kis saját etűd és egy koreográfia, ami a tavalyi táncművészeti fesztiválon is szerepelt. Jelenleg nagy erőkkel dolgozunk, hogy a szekszárdi országos táncművészeti verseny elődöntőjén szerepelhessünk,
és utána, hogyha tovább jutunk, akkor megyünk az országos döntőbe, illetve majd májusban Pécsre a regionális versenyre. Az idei Dorottya nap a névadóhoz kapcsolódó széleskörű irodalmi, történelmi és sportvetélkedők a meghirdetett rajzpályázat nagyszabású ünnepélyes eredmény hirdetésével zárult a bátaszéki kanizsai Dorottya általános iskolában.